Békésen szuszog a kórházi bölcsőben a testvértrió Luca, Róza és Lacika. A három közel azonos súlyú kisbaba március 1-én a 37. terhességi hét betöltését követően császármetszéssel született meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház Nyíregyházi Jós András tagkórházban. Ebben az intézményben is viszonylag ritka a hármas ikrek születése. A hármas ikrek az nem háromszor annyi nehézséget, hanem 30-szor annyi nehézséget jelent, ez mind az egészségügynek nekünk, de elsősorban az anyukának is, és itt kiemelni, hogy egy spontán fogant hármas ikrek voltak, és az anyuka egy nagyon együttműködő kismama volt, és a utolsó testvérnek a legvégét itt töltötte bent, és elfogadott minden olyan ellenőrzés, kezelést, amit tudtunk menni, és nagyon ritkán fordul elő, hogy 36 hét túl, tehát majdnem a érett szülésnek a koráig el tudták vinni ezt a hármas gyereket. Hát olyan borzasztó nagy pocakja volt, hogy alig bírt szegény mozogni a végére, de szépen megszülettek, és a három gyereknek a súlya több mint 7 kiló. Három magzat kihordása természetesen jóval nagyobb terhet ró az anya szervezetére. A várandóságot és a gyermekek születését is szervezett orvosi, ápolói csapat felügyelte. Sokkal több veszély. Mondtam, hogy 30-szor nagyobb a veszélye, igaz is, főleg a teresének az elején, tehát hogy tovább élnek, hogy lesz a magzatok közötti vérkeringés, hogy alakul ki, hogy tudja az anya kiviselni, mennyire nyílik a mészája. Éppen azért érdekes ez a, vagy pozitíve érdekes ez az eset, mert az, hogy 36 hetes korig ilyen a gyereket szüljenek, azért nagyon-nagyon ritkán fordul elő Magyarországon. Általában ilyen 1000 és 2000 közötti súlyak szoktak lenni, gramban számolva, és hát ugye bár az egy koraszültek, ők például nem is kerültek a neonatális intenzív központba, végig itt volt gyakorlatilag az anyuka mellett, és együtt voltak valóban családbarát, császármetszés vagy szülést tudtunk levezetni. A kicsik hamarosan elhagyhatják a kórházat, és odahaza szerető családban cseperedhetnek tovább 3 éves nővérük, édesapjuk és édesanyjuk, valamint a nagyszülők odaadó gondoskodásában.